Természetesen az elnöki uh, aparátusról mindenki azt mondja, aki politika közelében van, vagy éppen politikus, hogy, hogy nagyon pásztázzák a, a, a panorámát, bárhol fölbukkan valaki, akkor azonnal reagálnak. Erre nyilván tartják az Elenszkij. Az is kétségtelen, hogy az Elenszkij támogatása esik, vagy esett, de de ez teljesen racionális, meg tudják magyarázni azok, akikkel beszélsz, azt mondják, hogy igen, háború van, támogattuk. háború van, még mindig inkább ő legyen, mint hogy most belemegyünk valamilyen, valamilyen más közé. Kint van valaki a fronton, és beszélek vele, és azt mondja, figyelj, hát nem, a családom nem érti, hogy én miért vagyok katona. Például. Nem, nem, nem tudom nekik elmagyarázni, ilyen is van. A, ez, ez, nyilván ezek traumák, meg meg van egy rakás kibeszéletlen dolog. Mi lesz, mi, lesz, mi lesz a valaki, aki Ukrajnában élő orosz, és lojális Ukrajnához, de mégis orosz, tehát, hogy neki mi a jövője, az ő jövőképe micsoda. Sok, sok kérdés van, sok nyitott kérdés van. És ez itt az átlátszó podcastje. Ebben az adásunkban a háborúról fogunk beszélgetni, volt erre már példa, de az a gyanúm, hogy még egy darabig témát fog szolgáltatni nekünk, akivel társadalmi fogok ma, az két kollégánk, Makai József, illetve Zubor Zalán. mind a ketten írtok a háborúról az átlátszóra, írtok elemzéseket, és írtok olyan cikkeket, amelyek a helyszínről származnak olyan módon, hogy vagy közvetlen érintett, vagy a elemző, Mit lát a jelenlegi viszonyokban? Ami jelen pillanatban érdekes, vagy két olyan dolog van, ami szöget ütött a fejemben. Az egyik az, hogy most jött ki, a... nem jött ki, mert ugye titkos jelentésről van szó, de most küldte meg a Biden adminisztráció a kongresszusnak azt a jelentését, amely az ukrán háború és a hosszú távú stratégiájáról szól, amelyben Többek közt az is benne van, hogy már eddig 175 milliárdot költött Amerika Ukrajnára az orosz invázió kezdete óta, vagy Ukránok megsegítésére, illetve te készítettél egy ukrán újságíróval elemzésre egy interjú, beszélgetést még augusztus folyamán Vitali Portnikovval, aki azt mondta, hogy az egész háború, meg az ukránok sorsa, az végül is Oroszországban fog eldőlni, Moszkvában fog eldőlni, az, hogy mi lesz a moszkvai politikai viszonyokkal majd hosszú távon, és ez akár 20-30-50 év kérdése is lehet. szuma summarum, ez a két dolog, ami bennem összeállt, hogy itt valami nagyon hosszú távú dologra kell berendezkednünk, egy ilyen velünk maradó és roppant költséges konfliktus, amellyel számolnunk kell. Zalám! A, elhangzott ez a 165 milliárd dolláros ö, költség. Itt ö, egyébként az annyival kiegészíteném, hogy ez azért nagyon nagy rész nem készpénz, amiről szó van. Itt ez nem a költségvetésből magából ö, ment el, hanem ö, nagy része itt arról van szó, hogy a Ukrajnának ezeket a különböző katonai segítségcsomagokat, ezeket úgy számítják, hogy ö, hát ö, megmondanak egy úgynevezett árat azokra a fegyverekre, amiket átadnak a már meglévő készletekből. Ugye itt azért ezek nagyrészt olyan eszközök, amiket hát már nem a, tartnak aktív állományban az amerikai hadsereg. Ezeket, ezeknek nyilván egyébként majd valamilyen pótlását meg fogják majd vásárolni, de ez, tehát azért valójában egy sokkal kisebb kiadás annál, mint amilyennek látszik. Van egyébként nyilván Ukrajna kap egy kisebb mennyiségű készpénzt is, viszont ez kifejezetten egy, egy, tehát ez az, ez az egész támogatásnak a legkisebb részét adja ki. Ugye ez egy keretösszeg valójában, amikor azt mondjuk, hogy x milliárd dollárt kap Ukrajna, írtunk erről cikket, amikor a tavasszal, ahol, ahol elég részletesen belet mutatva az, hogy amikor, amikor a, a, a hogy hogyan, hogyan, mennyi van alokálva arra, hogy az Egyesült Államoktól közvetlenül vásároljon, a szövetségesektől mennyiért vásárolhat. És nagyon nagy része úgy van, hogy olyan konstrukció, hogy a, az ukrajnai segély valójában átmegy a rendszeren, is, kimegy a, a, az Egyesült Államok költségvetéséből, és az Egyesült Államokban marad. Mert vagy a hadseregnek fizeték ki túlóra diakban, vagy szállítási költségeket fedeznek belőle, és van egy, van egy kis rész, amit arra alokálnak, hogy, 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 olyasmit vegyen meg, amit, amit, az Egyesült Államok nem tud leszállítani. Ettől, ettől ez még egy nagyon jelentős összeg, amivel segítenek, de, Hát annyira nem járnak rosszul ők sem. Ez, e ezt egy másodpercig nem gondoltam. Ja, majd, nem, ez csak, a, a, tehát, hogy, hogy a, hogy a, konstrukció Valahol el. valakit mégis ki kell fizetni, mert hogyha leamortizált eszközökről van szó, mert ha jól értem, azért részint arról van szó, ugye azt is majd újravásárlásokkal pótolják, hogy aztán más eszközök kerüljenek az amortizálás sorsára, vagy hogyha felhalmozott fegyverkészleteket, amit mondjuk Izrael támogatására szántak, vagy azért araktak félre, és azt az ukránoknak adták, azt azért majd pótolni kell, főleg, hogyha a közel-keleti helyzet. Az a ukránok kormány. szerint, tehát éppen tehát fordítva történt, hogy az ukránoknak szánt eszközök egy része ment el Izraelbe, amikor úgy tűnt, hogy ott fontos. Hát a gázai konfliktus e -e, után. Igen, 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 igen. De, és hát ugye alapvető problémája volt még, még, a, még a gázai háború előtt is az amerikai és általában az európai hadiparnak is, hogy nem tud eleget gyártani, tehát, hogy elhit. 90-es években azt az állítást, hogy gyakorlatilag lehetetlen egy, egy, nagy méretű fegyveres konfliktus európai területen, és ennek az a következménye, hogy a, nem csak a fegyveres erők, hanem a fegyvergyártás, a hadipar is leépült, ennek az a következménye, hogy évek kellenek, amíg újra felfuthat annyira a termelés, hogy, hogy, hogy az érezhető legyen a, a az ukránoknak nyújtott segélyben és nem véletlenül próbálnak meg Ukrajnában hadipari létesítményeket létesíteni. Ott nagy szükség van. Ugye mi is itt felmerül a kérdés, hogy utána ezekkel a gyárakat hát mi ez lesz, az... mert hogy. Mert, hogy nem biztos, hogy minden örülni fog annak, hogyha a nemzetközi piacon még egy nagyon jelentős és nagyon nagy tapasztalattal bíró szereplő jelenik meg, és, és kezdi értékesíteni a fegyverrendszereit, amit egyébként különböző licenszekkel járt. Ugy, ugyanaz a links, ami, ami, elvileg itt is készül Magyarországon, az, az valószínűleg majd Ukrajnában is gyártják. Igen, ugye erről szól a Németeknél a hadi kiadások radikális megemelése, és a német különböző fegyvergyártóknak az a e, roppant szigorú jelzése a német kormány irányába, hogy mennyivel kell megemelni a megrendeléseket akkor, hogyha tartani akarják ezt a tempót. De hát nem akarom most erre elvinni, aztán térjünk vissza a ja, keresleti Gyakorlatilag csak neked, mint a régi, narancsos újságírónak a. a, a felvillalt, mondjuk ha tényleg beköszönt a kanti örökbéke, megszűnnek ezek a háborús konfliktusok, és ott marad rengeteg fegyvergyár, amelyik termeli, csak termeli, termeli a fegyvereket, akkor az előbb-utóbb fegyveres konfliktusokat is termel hozzá, mert máskülönben nem tudja eladni. Sose e, gondoltam, hogy tartós béke lesz. Igen. No, nem, 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 nem az, hogy tartós béke ja, lesz, jaj, nem, nem csak, nem, hogy nem, a, a, a... Ezt, no, Portnikov. Amit neked mondott, mert ez, ez, ez az én, én fejemben egy ilyen meglehetősen sötét képpé állt össze ez a két, két jelzés, hogy Ukrajna sorsa végül is azon fog eldőlni majd, hogy Oroszországban mi lesz, nem a konkrét eh, hadi hanem a hosszú távú léte. A putyini rendszer az nem, hogy Ukrajnát nem ismeri el, hanem Belarusz sem ismerte el. Mi az, ami, amire számítani lehet. Milyen kimenetelei vannak? Mi az, amiben Ukrajna bízhat? Mi az, amiben az orosz közvélemény bízhat? Ez hát így... én nem tudom, hogy az orosz közvélemény miben bízhat, vagy miben bízik. Számomra egyrészt távol, tehát távoli, elszigetelt, azonnal érkező információk valószínűleg szűrtek, és nem feltétlenül megbízhatóak, és nem is, nem is igazán foglalkozom ebben. Az ukránok, igen, az az, az egyik így szól az egyik elképzelés, hogy, és az egyik remény, mondjuk így, hogy, hogy, ez a konfliktus minél inkább át tudják tenni Oroszországra is, minél több burját hal meg a konfliktusban, minél több csecsen áldozata van, minél inkább üldözik a tadzsikokat az oroszok, minél, minél látványosabb lesz az a a birodalmi megközelítés, és az, ugye Oroszország egy, az Orosz Föderáció, az egy nagyon összetett, etnikailag nagyon vegyes pecsvők. Mm. És van, van, egy, van egy remény, hogy, 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 ez egyszer elkezd felfesleni, és, és, és ezek a, a, különböző etnikumok és entitások, területi, nyelvi közösségek elkezdenek új, önálló utat keresni. Én nem hiszem, hogy ennek túl sok jelét látnánk pillanatnyilag. És arról sem vagyok meggyőződve, hogy hogy nagyon rövid távon vagy középtávon ennek sok jelét látnánk. Az a benyomásom, hogy, hogy ezek inkább remények, mint, 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 mint a valóság. Abban viszont nyilván igaza van az ukránoknak, vagy mondjuk így a Portnikovnak, aki, aki jól ismeri az orosz, hogy 20 évig élt Moszkvában, ott is, ott kezdett újságíról lenni, aztán, aztán költözött vissza Kievbe, az oroszok meg akarták ölni a 14-es majdan után egy ideig Lengyelországban volt, tehát neki azért van valamiféle Uh, sokkal kifinomultabb receptorokkal rendelkezik, mint én, nekem aztán tök mindegy. Szóval, hogy, hogy, hogy az, amit ő mond, az valójában arról, szó, a, 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 igen, arról a gondolati zártságról szól, amit te is említesz, vagy kiemeltél a cégből, hogy hát <kül> Oroszország, vagy, vagy Moszkva, vagy az orosz elit más, hogy tekint a, a a szomszédságra és a, és a térségre. És amit Portnikon mond is, az egy nagyon érdekes rész szerintem, ahogy, ahogy a, az ideiglenessége az egésznek. Hogy oké, szétesett a Szovjetunió, de hát ez a, ez a miénk. Hát a krim, krim annektálása azért volt fontos, mert, mert hosszú évekre minden kritikát avval ki lehetett toltani, hogy nagyon jó, jó, de hát a krim már a miénk. És ez egy, ez egy, nagyon fontos drive volt. Tehát azok, akik tagadták, minden tagadtak, azok emlékérmeket vertek Krim visszatérésekor, meg osztogatták katonáknak, meg hősök lettek, akik, akik részt vettek ebben a műveletben. Tehát ez, ez, az, ez, ez ennyire fontos tudott lenni. Hát, mert ugye melegtengeri kikötője e, e, Oroszországnak, ugye a nagy orosz álom, ami is végre elérik e, Katalin Cárnővel a kiáratot, és aztán a Szovjetunió meg máshova könyveli krímet. Jó, jó, de az meleg de az egy lavor, mert legalább három helyen állítja meg a NATO Törökországban, a Szuezi csatornában, meg a Gibraltárban, de ez, értem, ezt a részét, de szerintem nem ez volt a döntő, a, nye, a, a nyereség volt a döntő. Hát, herszon, érted? Tehát, hogyha vonul vissza a, az orosz hadsereg, fel kell adniuk herszon, mert látják, hol vannak az ukrának, és tudják, hogy el lesznek vágva, és akkor elmennek, és nem, hogy a, a patyomkin szobrát elviszik, hanem elmennek a mellette lévő templomba, fölöltözik a sírját és a csontokat elviszik maguk. Hát akkor ezt add össze? Hát ez, amit én mondok, hogy a, a, a dolgok nagyon sokszor nem kenyére múlnak, hanem szimbólumokon, szívet. Mindig az a Hát kivéve a háború, mert az, ahhoz viszont anyag is kell. De az, hogy miért zajlik a háború, az, 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 nem, az nem, nem anyagi kérdés. Az nem. Az soha nem anyagi, vagy többnyire nem a, anyagi kérdés, a, a, de nem. Az üzemanyag, az nem anyagi. Kérdés. Igen. Na nézzük akkor, hogy hogyan zajlik jelen pillanatban a háború. Szokás szerint ellentmondásos híreket hallgattunk augusztusból egyfelől ukrán betörésről, Oroszországban másfelől pedig orosz hadisikerekről, meg orosz bombázásokról. Ukrajna területén mi történt? Visszamennék egy kicsit még az előző hónapba. A június-júliusban indult egy tulajdonképpen új fronton egy orosz támadás, ugye a Harkív megye ellen indult egy újabb offenzíva. Erre azt lehet mondani, hogy ez ez most már azt látjuk, hogy kudarc volt, a határ mentén ért el egy, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, szürkezónás településeknek egy-kétén egy kisebb falunak a elfoglalását, a, egyébként ott a teljes Herzog-Oroszország uh, uh, oroszország közötti határszakaszt, ezt nem sikerült uh, a oroszoknak ellenőrizni, uh, és uh, tulajdonképpen ott a mai napig uh, azóta nem is nagyon történt elmozdulás. Uh, ezután uh, indult uh, már augusztusban uh, egy hát, eléggé meglepetésszerű ukrán uh, támadás ezúttal már Oroszországban, ugye Kurks oblaszt ellen. ez a harki vivetörésben ezért valamivel ez nagyobb területet tudott elfoglalni. Fordítani próbálok megyekként. Körzet. Körzet, igen ez, ez a, tehát az előző harkiv orosz offenzívánál ez azért valamivel nagyobb területet ért el. Itt nek egyébként az érdekesség az, hogy a, ez volt az első olyan eset a háborúban, ahol a, a torosz fogságba kerültek. A, ez fontos tudni, hogy az egy Fontos ígérete volt Putyinnak még a háború elején, amit többször egyébként megismételt, hogy az ukrajnai harcokban a sorozatkatonák nem fognak részt venni. Akik most harcolnak, azok papíron mind szerződéses katonák. A, őket egyébként nem, ö, tehát egy részük ö, tartalékos, akik mozgósítottak, ö, egy ö, ilyen részleges mozgósítás történt egyszer még ö, 2022 terén, ö, viszont ez olyan ö, hát, ö, társadalmi felbújduláshoz vezetett, hogy nem igazán, ö, tehát hogy, hogy azóta az orosz ez ezt nem próbálta még megismételni, azóta ö, maradt az a díl, hogy hogy a különböző ilyen, hát főleg anyagi ösztönzőkkel próbálunk embereket rávenni, hogy szerződést kössenek, és önként vonuljanak be. És az egyébként működött is a, a addig, ö, és az eddig egyébként működött is, mert ö, mostanáig az orosz hadseregnek viszonylag sikerült jól eltölteni a, a kimerült egységeket, viszont azt, látszik, viszont azt, látjuk, hogy a határok őrzésére nem nagyon maradt már olyan ember, aki, akit, akit szerződéssel lehetett volna adni, és erre maradtak ezek a sorkatonák. Ugye ezzel párhuzamosan, közben egyébként az orosz erőretörés is látható, az, az a Ukrajnának a dél-keleti részén Donetsk körzetben vagy megyében, a, ott ö, tulajdonképpen ugyanaz a dinamika érvényesült, mint ami a Nyár óta folyamatosan egy lassú ö, orosz, orosz eredetű törés ö, látszik, ö, láthatóan ott az ukránok egy elég erős átrány vannak, főleg a tüzérség ö, kapcsán, ö, és ez rátörésnek nem lehet nevezni, de de hát arra szolgat nyugat felé a, a, azért az orosz hadsereg, és most Pokroszk városa az, ami már veszélybe került, és ez azért egy viszonylag már nagyobb város, amit most az ukránok próbálnak védeni. Dinamikát említettél, miközben nekem van egy ilyen másfél éves benyomásom, és amit most mondtál, is inkább arra emlékeztet, de nem tudom, hogy melyik az igazság, hogy nem dinamikoma van, hanem egy ilyen keleten a helyzet változatlan állapot, hogy Néha éjszakon van valami, ugye az ukrán betörés az kompenzálja a délkeleten valami orosz mozgás, de hogy még csak nem is nagy hullámzás van, hanem gyakorlatilag álló háború. Nyilvánvalóan nem első világháborús analógiákkal. Józsi, te ezt de Nagyon sok analógia szerintem azért. Hát 2022 vége óta ugye akkor volt a nagy ukrán. Visszafoglalása a meg Lent herszonnak, meg, meg még néhány helyen visszavetették az oroszokat, és akkor megállt a dolog. Volt a tavaly nyári nagyon-nagyon sokáig várt, és szerintem szerintem a közvélemény, a várakozások, a politika, a, 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 a szövetségesek által kiségkikényszerített kikényszerített, talán rosszul végre, talán nem igazán jól megtervezett Ukrán valamiféle offenzíva. ellentámadás Jaj, igen. az a nagy offenzíva, amit, amit nagyon vártak, ami hát nagyon gyorsan kiderült, hogy bajban van, aztán ezt még a... Azt még nagyon sokáig próbálták mentegetni elemzők, hogy hogyan tud ez majd nagyon jó lenni de hát ez nagyon hamar kiderült, hogy ez, ez, kudarc, tehát hogy ebből nem lesz semmilyen jó, azon kívül, hogy, hogy, hogy okozott veszteséget az ukránok. Most nem is érdemes belemenni, azon is nem is tudjuk, én legalábbis nem tudom pontosan az okokat, tehát nem is akarok úgy tenni, mint hogyha tisztában lennék vele, hogy hol, hol fulladt kudarcba, de hát nem tudott nem tudotta áttörni nyilvánvalóan, és, és azóta valóban, sőt, tehát 2022 óta kis elmozdulásokkal egymásnak támaszkodnak. Azzal a megkötéssel, hogy az oroszok azért tudnak arra szólni. Nincs semmi át, arra szólás van. Máshogy gondolják, a, máshogy viszonyulnak a veszteségekhez, más prioritásaik vannak, többen vannak, voltak ugye egészen súlyos mélypontok az ukrán oldalon, amikor nagyon-nagyon amikor be kellett osztani a lőszert, a, az eszközöket. Tehát ezt, ezt az oroszoknál is voltak problémák, de, de nyilvánvalóan nem olyan mélyek és súlyosak, mint, vagy nem érdekelte őket, mint egyébként az ukránoknál. És akkor csak arra gondoljunk vissza, hogy 22-ben, még 22 nyarán az oroszok már csak néhány hétre voltak attól, hogy elfogyjon minden rakétájuk. Tehát ennyit egyébként a, a mindenféle ellenzői megállapításról. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy ilyen visszatérő uh, megállapítás volt. Persze a mosógépekből ezen. szerelik ki a csipeket, ja, hogy ja, ja, ja. működjenek a repülőgépek. Nekem És van egy tippem a, a, az ukrán offenzíva kudarcának okáról, de nem most menjünk ebbe bele. Mert szerintem van, nem érdemes bele. De ahogy meghallgatjuk, hogyha van időnk van, tehát meghallgatjuk, de, de, hogy, inkább arra próbáltam utalni, hogy szerintem már, már jelenleg mindegy. Szerintem is maradjunk egy a tárgyszerűségnél, amit tudunk. És, 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 ugye azt is, azt, az is látszik, hogy, hogy, hogy ez a kurszki kísérlet, ez a, az elgondolás és, és, és eseménysor, ez ha volt ilyen megfontolás, hogy majd elvon orosz erőket, akkor az nem következett be. Tehát az oroszok láthatóan nem akarnak ebben foglalkozni, mert valószínűleg pontosan tudják, hogy ez a Kurszki valami az ilyen pici, Oroszország meg ilyen nagy, és nekik ebben most nincs mit foglalkozniuk, mert, mert fontosabb nekik a, 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 a Pokrovsk és környéke megszerzése, vagy más városok megszerzése, vagy, vagy Zaporizsia bombázás, mint hogy elkezdjék most eszeveszettel megpróbálni kiszorítani az ukránokat a Kursz közeléből, mert, minek ott van, ja, Szudzsát megfogták, a gázvezetékhez nem fognak nyúlni valószínűleg, a többit majd kimozogják, meg várnak. Ha, ha, ez volt az ukrán. Nem biztos, hogy ez volt az ukrán. Ezt a mondjuk kursznál egyébként azért elindult most a orosz részül egy, egy ilyen kiszorítási kísérlet. A, ott az még egyelőre ez tényleg az egy, elmúlt egy-két napnak a híre, tehát még nem tudni, hogy ennek ez, ez mekkora erőket foglal le, és hogy ennek milyen sikere lesz. Egyébként én nekem van egy olyan titom, hogy a ukrán cél többek között azért az is lehetett, hogy a arra számítottak, hogy Donetskben ez az orosz offenzíva, ez valamikor a belátható következő mondjuk egy-két hónapban ez kulminálódik, tehát el fogja érni azt a azt a helyzetet, ahol már muszáj lesz egy, hogy egyébként korábban is tették az oroszok operatív szünetet tartani, hogy ezt, 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 amit arra felhasználnak, hogy akkor feltöltsék a különböző készleteket. És hogyha az van, hogy ott közben a, a Oroszországnak egy részét azért közben megszállva tartja gyakorlatilag Ukrajna, akkor az oroszok egy olyan, hát ilyen uh, dilemmába kerülnek, hogy akkor azt mondják, hogy vagy hozzájár, vagy uh, elfogadják azt, hogy a, mondjuk az év végéig uh, az a uh, terület az gyakorlatilag megszállva marad, vagy nem tudják ezt a bizonyos szünetet megtartani, mert ott is egy uh, újabb offenzívát el kell indítani, ami a, azzal szokott járni, hogy uh, tehát általában tehát ebben a háborúban különösen a támadó fél szokott uh, nagyobb veszteségeket szenvedni. De én, nem, én, a, én, a kényszerítő erőt nem látom pillanatnyilag az oroszoknál, hogy el kellene indítani ott egy offenzívát, aztán lehet, hogy ők ezt máshogy érzik, vagy máshogy, máshogy gondolják. A egyrészt, másrészt meg... És mi van, ha ez nem, tök másról szól? Hogyha ennek, ennek, ennek valójában egy más Más Végre az ukránoknak is van valamiük, amiről ez, társadalunk. Ez, ez Ez az egyik, tehát ez, a, ez az egyik alternatív magyarázat, a másik az, hogy a, ez akár a szövetségeseknek is szólhat, mint üzenet, hogy fel tudnak mutatni most már a, a, a térképen egy egy olyan vonalat, amit ott keletre sikerült kitolni, és akkor nem arról szólnak a, a hírek csak, hogy, hogy egy újabb falut elvesztettek. Nem, sőt, sőt hát de mindez az egy, egy új problémát jelent Ukrajnának. Most ők a megszállók egy területen, nekik kell gondoskodni Igen. mindenről, amiről egyébként egy megszálló seregnek gondolkodni kell, gondoskodni kell, és, és egyébként tehát meg kell mutatni, hogy a megszállás példamutatóan végre Igen. lehet hajtani. Mondjuk ettől függetlenül ez nem nagyon látni, például ellenállást ezen a területen. Tehát én nem hallottam mondjuk arról, hogy a azóta az elmúlt hetekben mondjuk orosz partizán akciók történtek volna azon a területen, vagy, vagy mondjuk tüntetések történtek volna a megszállással szemben? ez hát az orosz partizánok még alszanak majd, hogyha... Ha már szövetséges, az az elmúlt időszakban többször elégedetlenségét fejezte ki a nyugati támogatás nem is elsősorban mértékével, hanem szívélyességével kapcsolatban úgy érzi, mintha lanyhulna az Ukrajna irányába való elkötelezettség. De ezt hogy látod, hogy, hogy mert ugye foglalkoztál azzal, hogy a NATO, illetve a különböző uniós értekezleteken mi történik, Magyarország ez hogy áll hozzá. Van-e ezzel kapcsolatban bármiféle olyan tudásod, ami, ami alátámasztaná Zelenszkijnek a, a megjegyzéseit? Hát én nem hiszem, hogy feltétlenül a támogatás szívélyessége, az, az kevesebb lenne. A, én inkább azt gondolom, hogy pont, hogy a mértéke bizonyos szempontból az csökken, egyszerűen azért, mert voltak öm, ugye korábbi csomagok, amiket ö, Ukrajna kapott, korábbi keretek, ö, ezek ö, azért most már kezdenek kimerülni, ö, és ö, még a nagyobb támogatói is Ukrajnának ö, a jövőben ö, kevesebb erőforrást ö, akarnak vagy tudnak majd a Ukrajna támogatására fordítani. A, Ugye a támogatás minőségét nézzük ott, viszont én az ellenkezőjét látom, tehát inkább azt látni, hogy a, azokat az úgynevezett vörös vonalakat, amiket korábban annak tartottak elemzők vagy, vagy akár politikusok, azokat hát fokozatosan lépegeti át a, 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 az a nemzetközi közösség, ami Ukrajnát támogatja. Indult a, azzal, hogy a például nyugati tankokat, hogy a kap Ukrajna, akkor Oroszországban már nagyon durva lépés fog tenni, és ez, ez nem történt meg. Akkor volt odáig, a, hát tulajdonképpen egészen a idei évig egy olyan korlátozás, hogy Ukrajna nem használ a toroszországi célpontok ellen, öm, hosszú, táv, hosszú nagy hatótávú rakétákat. Kivéve kívévek krim. Kivéve krimpész, e, A, a nemzetközi is ismert Oroszország célpontjai ellen. Tehát a, azok ezt a korlátozást öm, most rész, részlegesen részegesen feloldották, most beszélnek arról, hogy valószínűleg teljesen fel fogják oldani. A, és akkor itt egyébként visszaértünk erre a amerikai kongresszusi témára és erre a stratégiára, hogy, a, hát, hogy mi lehet ebben. Ugye ez egy olyan dokumentum, amit kiküldtek több száz embernek, tehát titkosítva van, tehát nyilvánvaló, hogy ez a következő egy-két napban ez, ez, ki fog kerülni a sajtónak. És hát kérdés, hogy ebben például benne lesz-e az a, amit úgy lehetne nevezni, hogy eszkaláció management. mert a, a elmúlt években a különösen az, az amerikai vezetésnek a, a lépéseit, ez, ez motiválta, hogy, hogy nem feltétlenül az volt a cél, hogy makármik, hogyha ezt is mondták, hogy a Ukrajna mondjuk megnyerje háborút Oroszország egy nagyon durva vereséget szenvedjen, mert, mert meg volt folyamatosan az a félelem, hogy ez valamilyen vezet, és mondjuk egy, egy összeüzt ez a NATO és Oroszország között és akkor ehelyett volt a, és akkor ennek szerintem ennek volt, tudhatók be azok a mindenféle korlátozások, amik hát utólag nem tűnnek indokoltnak, vagy legalábbis a, Amerikai vezetők úgy néz ki, hogy, hogy meggondolták. Hát, hogy utólag könnyű okosnak lenni. Csak adott, adott pillanatban ez nem tűnt feltétlenül észszerűtlennek, legalábbis onnan, ahonnan az amerikaiak nézték a világot, mondjuk így. A, az ukránok viszont abban nagyon-nagyon ügyesek voltak, mindig nagyon ügyesek. Hogy, hogy, kitolják ezeket a határokat. Ugye most itt a, a legutolsó eseményeknél született az a mondás, hogy hát ez előbb egyszerűbb elő megtenni, és utána elnézést kérni, mint meggyőzni az amerikaiakat, hogy, hogy valami lehetséges, vagy járuljanak hozzá, vagy engedélyezzék. Most éppen a Storm Shadow körül van, van a nagy vita, London elvileg megengedné, hogy korlátozás nélkül használják, az Egyesült Államok egyelőre nem engedi, de állítólag Biden már, már belengedte, hogy, hogy ezen dolgoznak és hogy nem sokára erről is születik majd döntés, valószínűleg feladják. Nagy kérdés, ebben az egészen egyébként mire mennek? Vannak, akik szerint ennek lehet eredménye, lehet szimbolikus jelentőség, de, de nem ezen fog majd múlni a, a, a háború. A, maga Osztin is mondta, hogy ő azért nem nagyon hiszi azt, hogy egyetlen egy eszközön, vagy egyetlen egy valamin dől majd el a háború, de ez kétség. Tehát az ukránok ezt, ez az érdekük, és ezt nagyon jól, jól felépítik a kampányaikat, hogy Hát csak gondolj bele, a leopárd mintás valami napokban, amikor mindenki, aki csak szimpatizált valamiféle leopárd mintát, hordott futás közben, munkába menett, valahol, valahol posztolt, megjelent, lefényképezkedett. És nem csak Ukrajnában, hanem, hanem Nyugat-Európában is elérték, hogy leopárd harckocsikat kapjanak. F-16, hát milyen hosszú ideig tűnt, tartott, és milyen reménytelennek tűnt sokáig az, hogy, hogy F-16-osok lesznek Ukrajnában, és, és, lesznek. Most még csak nagyon kevés van, egy már sajnos le is zuhant, de, de lettek, tehát, hogy itt is történt egy változás. És ez, ez nyilván nagyon Szerintem ebben, ebben ügyesek, de hát miért nem? Ez egy, nem egy kommunikációs proxi háború, amelyeket Ukrajna is, az is, lehet, de hát a háborúk er, igen, az ügyesen azok csinálja. Hiányok. és visszatérve, bocsáss meg, csak egy pillanatra a segélyekre. Igen, már kevesebb érkezik, nyilvánvalóan kevesebb érkezik, nem csak az államoktól, mert próbálnak valamit az országok még azért összelapátolni, bár a készletek már végezek, és ugye arról beszéltünk már, hogy termelés nem úgy, nem ott tart még valószínűleg, hanem, hanem, a civilek adománya is. De ez is teljesen normális. Hát amikor kitört a háború, és azt lehetett látni, hogy hogy lövik vagy, 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 vagy vérföldőt rendeznek a bucsában, akkor, akkor könnyű volt a megtakarított pénzből 3000 eurót átutalni. És azt mondani, na, ez, gyors, ennek úgyis gyorsan vége lesz, ennyivel segítettünk, megnyugtattuk a lelkismeretünk, valami jót tettünk, lehet, hogy két hónap múlva már ebből, ebből inkább lett 300 euró. És lehet, hogy most már csak egy egészen kicsi megy rendszeresen, ha egyáltalán megy rendszeresen. Azért panaszkod, ez is egy piac nyilván, és a, és a, és a segélyszervezetek, meg az ukránokat segítő szervezetek is harcolnak az, az eszközökért, a forrásokért. És hát akikkel beszélünk, azok szokták mondani, hogy érzik, hogy, hogy csökkent, ö, csökkent az, és ez teljesen természet, ezt ők is tudják, hogy ez elfárad az ember, máshol van a fókusz, más probléma, elkezdődött az avoda, a gyereket be kell vinni, új cipőkkel, sok minden, tehát nem csak, és ezek nem csak anyagi problémák, hanem egyszerűen más is elkezd foglalkoztatni. Mi nem, nagyon kevesen élik meg Ukrajnát minden nap, az ukránokon kívül, és ez óhatatlanul is egy, egyfajta távolodást jelent, és ezért is fontosak az ukránoknak a saját szempontjukból azok a PR akciók és kommunikációs harcok vagy műveletek, amiket végeznek. Ne felejtsék el őket. Nos, hogyha leopárd mintáknál tartottunk, meg leopárd mintás ruhába bújó embereknél, vagy e, ilyesfajta jelképeket magukra hallgató embereknél, meg a nemzetközi mind. akkor nézzük az ukrán közéleményt egy e, picikét. Te készítettél például egy ungári tanárral egy beszélgetést, cikket, ami, aki drónokat szerel össze, és, és az interneten lestek ki, hogy ez hogy kell annak, és csinálja a szakmányban, kieviekkel, és így tovább is jön, jön, jön belőle változatlanul egy ilyen kicsikét ilyen háborús pszichózis, már mintha a lelkesedés ott lenne. Másfelől viszont én beszéltem az elmúlt hónapokban többször a Kárpáti igazszó főszerkesztői Kárpátaljaik, de a, 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 a Kijevi Magyar Egyesülettel is, és azért mindegyik beszámolt erről, hogy van, van Ukrajnával egy nagyon háborús fáradtság is. Hogyne lenne? Hát, hogy lenne, ha én nem két lenne. Év után. Persze, én ezt értem. De nem csak ez e... van, hát ugye az, az, is egy létező jelenség, hogy a, hogy a, a határon nem a, de ma a Kárpátai Magyarok menekülnek, hisz aki akart már átjött útlevél, meg maradtak is sokan, mert úgy döntöttek, hogy maradnak, vagy nem tudtak elmenni időben. Tehát az zöme az, az, az máshonnan. Ukránok is menekülnek. ne hát vannak olyanok, akik az oroszoknak dolgoznak. Ilyen, tehát, hogy sok minden van, persze, hogy ne fel, Fáradtság is van, persze. Szerinted ebben a háborús fáradtságban, mert hogy csökken a mértéke az általatok előbb emlegetett okokból, egyfelől tartalékok fogynak az államoknál, a fegyvergyártóknál, másfelől meg fogynak a magánadományok azért, mert nem lehet ennyire fókuszálni egy olyan konfliktusra, ami nem tudom mennyi húzódik el. A belső lakossági támogatás fogyása az szerinted mennyiben lehet adott esetben sorsdöntő? Most uh, Az ukrán társadalom igen, fásultságára értem. gondolok. A, 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 értem. A Lembergben volt ez a, ez a támadás pár napja, ahol egy, az apa kivételével mindenki meghalt a családban. És, és, és a, a temetésről szóló tudósításban mondták Lembergiek, hogy, hogy ezek az emberek hiába haltak meg, de nem úgy haltak meg, hogy Zelenszky többet tehetett volna, hogy megvédje őket, miközben ő kormány átalakítással foglalkozik. A de, de hát a nyugat is tehetett volna, hogyha a száz patriotból nem csak három lenne Ukrajnában, hanem, hanem mondjuk tíz, és akkor, akkor viszont működhetne az ukrán légvédelem. Nyilván a drónok ellen nem lenne igazán hatékony, de nem is az a, az a cél. Hogy hogy más, e a kijevi hangulat, mint, mint, mint mondjuk a Akramatorski vagy 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 az igen más. Naponta na jönnek háborús veszélyben kívülben nem volt egészen a közelmúltig minden nap. Ott mindig hullámzik. Most, most az utóbbi időben megint voltak nagy támadások a főváros ellen is. Ezek általában azért összerántják a, a az ukránokat, és egy egy, egy pillanatra azért megint visszatér azt nem mondanám, hogy pszichózis, de hát a, a, annak a tudata, hogy háborúban vannak, mert nagyon, de tavaly nyáron volt egy olyan pillanat, amikor mint a, mint a júliusban, valóban, augusztusban képben voltam egy idő kicsit pihenés, és az egy, az élet visszatért, a kiárási tilalom kivételével gyakorlatilag minden úgy működött, mint hogyha, mint hogyha nem lenne semmi, és akkor még nem volt ugye szétcsapva a, a az áram elosztás, az áramtermelés, tehát volt áram, egyszerűen, egyszerűen, működött a város, és hát egy súlyos kontraszt volt mondjuk délhez vagy kelethez képest. Ez, ez, ez nagyon változik. Nemrég mondta az egyik ismerősöm, hogy, hogy beszélt valakivel, aki szerint a társadalomban most már hamarosan át, átfordulhat a hangulat, és, és elegük lesz a háborúról. Én akkor ezt nem érzékeltem. Most valahol láttam, hogy egy felmérés szerint azért már egy, egy jó része támogatja a béketárgyalásokat, amiről nem tudjuk, hogy ez mit jelentene egyébként. Mi az, hogy béketárgyalás? És, és, egyéb, és ehhez mit szólnak azok, akik, akik pillanatnyilag még mindig uh, a terhét viselik ennek a háborúnak, és most már több mint két éve. Mert ugye ez is benne van ebben a, ebben a problémában, amit meg, tehát valahogy le kell, meg kell értenünk, meg, meg kell hámoznunk, hogy hogy a, a, az is az ukrán probléma egy része, hogy aki eddig kész volt harcolni, meg akart, az már ott van. Mindenki mást. Uh, hát, nógatásra uh, meg kényszerrel tudnak odavinni, ergo így is lehet vele tervezni. Ez sem teszi egyszerűbb a helyzetet. Ez is fogy, mondja A, Arra, hogy a lakosság hogy mekkora része támogatja a béketárgyalásokat. Én hiszem, hogy a történelemben nagyon sok olyan háború volt, ahol a lakosság nagy többsége nem támogatta volna a béketárgyalást. A, az a baj, hogy az, hogy lesz-e béketárgyalás, vagy nem, és hogy annak lesz eredménye, az hát nagyon nagy rész nem ezen múlik, hogy, hogy a lakosság támogatja-e. Egyelőre a ukrán háborúban nem látni mondjuk például az orosz részről olyan szándékot, ami azt mondaná, amiből az látszana, hogy, hogy, hogy lenne egy, egy kész, reális terv a megállapodásra. A, az a probléma, hogy egyelőre hogy a, a háborús célok még még egyszerűen annyira nincsenek közel a két fél részéről, és az orosz háborús cél is még a mai napig hát nem az, hogy, hogy a valamilyen ö, módon ö, húzzuk meg az új határokat, és akkor azzal megelégszünk, amit ö, kapunk, hanem az, hogy a ö, Ukrajnának egy ö, teljes, ö, hát ők úgy mondják, hogy semlegessége az hogy valós ö, cél hosszú távon, ö, nyilván az, hogy az orosz érdekszférában vagy akár Oroszország részévé ö, tétele. A ukrán részről még hogyha lenne is, akár mondjuk egy olyan szándék, és egyébként valószínűleg egy, egy lakosság egy jó része akár bele is menne abba, hogy mondjuk Donbasszt vagy a, a klímet akkor átadni, azért cserébe, hogyha annak a végén ennének olyan biztonsági garanciák, amik, amik azt tudnák garantálni, hogy a az a, a ukrán állam, az, az a mostani formában fennmarad, mondjuk egy nátótasággal, egy integrációval a nyugati, Térségbe, amit, amit akkor Oroszország is valamilyen módon el tud fogadni. Viszont nem lát, nem hiszem, hogy tehát ilyen egyelőre, tehát ilyen reálisan a következő egy-két évben megtörténhet. Nem, hát én nem, nem van, tudom, hogy van zavarban vagyok egy, egy, eleve, tehát el nem a, tudom képzelni pillanatnyilag, hogy mit? a, hogy a, hogy a dombazban bárki, aki ott van, azt mondaná, hogy hát jó, hát vigyék el az, az oroszok, és akkor majd béke lesz. A, szerintem ez egy, ez egy nagyon. Nagyon merész feltételezés. Ahogy egyébként tehát az oroszok megmondták, tehát ők a négy megyét akarják, meg a krímet, és, és további garanciákat. Tehát azt tudjuk, hogy az a kérdés... És ez a további garanciák, ez a legnagyobb probléma Hát szerintem minden probléma, tehát az is, hogy okay. bejelenti az igényét, hogy, hogy egyébként még négy megyét, akkor még kérnek valamiből, alakát. A másrészt ugye a további kérdés az, hogy ezt mennyire lehet elhinni, és hát ugye szerintem a, az ukránok nem véletlenül indulnak ki abból, hogy nem lehet elhinni kb. semmit, amit, amit Moszkvában mondanak, és ebben hát azért a tapasztalati, tapasztalati úton bizonyosodtak meg eddig. Bocsáss meg. Nem, nem, nem. Én önmagában zavarban vagyok az orosz háborús célokat illetően, vagy a nagy háborús célt illetően, mert ugye a 14-et és krímet értem, azt erről beszéltünk. De hogy, hogy tényleg mi is a, a, az igazi cél a háborúnak, leginkább még azt érteném, hogy a háború maga megmozgatni az egészet, megmozgatni az orosz állam Oligarha hátterét, ott ugye, naponta esett ki valaki valamelyik ablakot. Hát ez, szerintem ez értem, de szerintem ez akkor működött volna, hogyha valóban megvalósítható az, amit egyébként még, még amerikaiak is gondoltak, hogy ez egy pár nap alatt lefut. Akkor, akkor ez egy olyan történet. Ez ez azért ennél most már komolyabb, hosszabb ideje tart, mélyebb, többe kerül, hogy, hogy csak így így jön maga. Egy idő után már öncél lesz a háború. Persze. valószínűleg. De, de hát nézd, az, az, elejét azt látok, hogy micsoda. Megérkezni Kievbe, kinyírni a vezetést, azt a ültetni egy valakit, aki azt mondja, hogy ő az új ukrán elnök, és mostantól kezdve minden meg lesz oldva, végre kibékülünk Kibékülünk most már hát de, de erről szólt, erről, ezért érkeztek meg oda az oroszok is, azért próbáltak úgy megérkezni, ezt csinálták más országokban és Ez egy ilyen viszonylag egyszerű terület hát volna, csak nem tudták megcsinálni. Egyébként többek között azért sem tudták megcsinálni, mert a feltételezéseik, meg, meg megértésük, hogy Ukrajna hol van, az, az, az tök máshol, az tök más milyen volt, mint, mint, mint a realitás. Ebből a szempontból egyébként a uh, Tucker Carlson uh, Putyin interjúja uh, az egy uh, hát eléggé leleplező pillanat volt, ami valószínűleg egyébként akik azt megszervezték, nekik az volt az elképzelésük, hogy uh, ott majd Putyin elmondja azokat a paneleket, amiket a, uh, egyébként a nyugat felé szóló orosz propagandában uh, lehet hallani, az, hogy a, ezt a háborút, ezt a úgymond a NATO és a nyugat uh, Oroszország irányába való terjeszkedése okozta, és tulajdonképpen az Oroszország csak a saját érdekeit védi. A, és akkor ehhez képest ugye Putyin tulajdonképpen egy, egy ilyen hát elég zavaros történelmi fejtegetést adott elő az, a, arról, hogy a, a, Ukrajna az, az micsoda egy integráns része a, a nagy orosz civilizációnak, és Valószínűleg tényleg ezek a hát nagyon zavaros és ilyen, ilyen romantikus ilyen nézetek, amik a orosz vezetést valószínűleg mai napig motiválják, és, és emiatt ö, hát nem, nem hiszem, hogy nagyon ö, belátott én belül Ukrajna úgymond visszaszerzését ö, el tudnak engedni. Nem biztos, hogy zavaros lehet, hogy a magyarázatok zavarosak, ö, de azért egy háború nem biztos, hogy. Olyan egyértelmű mondatokba ölthető célja van, amit mondjuk egy nem túl éres elméjű, akár való interjúban is el lehet mondani. Ebben az interjúban egyébként Akár Karszon volt a, az az érdekes, hogy a kommunikáció szempontból ő tűnt felkészültebbnek, mert ő tényleg azokkal a panelekkel készült, meg azokra, azokra, azokat a válaszokat készült megkapni, eh, amiket a Fox News közönség eh, szívesen hall, eh, mert az amerikai közönséget nem fogja érdekelni az, hogy a eh, 17. században valamelyik cár az, 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 milyen szerződés kötött meg, és hogy akkori térképeken rajta volt-e Ukrajna, eh, mert a Putyin eh, gondolatmeneteinek ilyen alapjai voltak. Értem, csak én szerintem azt szeretném ebből kimondani, hogy van egy globális rend, egyre inkább úgy gondolja a nyugati sajtó, média, közösségi média és a többi, hogy van valami olyan standard, ahol mm. e, Dél-Kelet-Ázsiától Grönlandig működnie kell a világnak. Ehhez képest a világ nagyon sok társadalma nagyon sokféleképpen működik, és jön Putyin, és azt mondja, hogy ezt a fajta méricskélést, folyamatos zsűrizést, ezt itt ezen a vonalon befejeztétek, csak ezt nem tudja ilyen módon megfogalmazni, hogy a nyugat határa, beleértve a, a nyugati sztenderdeket, itt ér véget. És hogyha ezt nem értitek meg, akkor Tehát ez oda megyek. egy tam. régi orosz tézis, hát a szuverén demokrácia elmélete erről szól. Tehát az Oroszországba, Oroszországra más szabályok vonatkoznak, mert az orosz határtalan, Oroszország is ugye határtalan, és az orosz törpe óriási, ergo semmi sem úgy van, ahogy gondolnánk, és semmit sem úgy lehet számon kérni, nem is lehet számon kérni a De szerintem egyébként ebben még némi igazsága lehet is az oroszoknak már, mint hogy más és más a logika. És itt akkor tovább venném azt a volatot, amit Portnyikóval felvenném újra, ejtettünk el. Ugye Oroszországnak egy nagyon keserű tapasztalata volt a nyugattal való találkozáson a 90-es években. A, a világ való, olyatén való bekapcsolódás az, hogy megnyitják a piacaikat a nyugati cégek előtt, vannak bizonyos elváltások, ez egy nagyon jelentős elszegényedést jelentett. De, de nem kellett volna ellopni? Hát, de bocsánat, tehát, hogy ezt, ezt azért most úgy teszünk, mintha a Nyugat bement volna, és ott csak kárt okozott. A, a, most nyilván a nagydemokrata Hodorkovszkit és társait meg lehet arról kérdezni, hogy egyébként azt ők ezt hol el, esetleg véletlenül. Meghagyja de, de cégek is hogyan vették meg őket egyébként lábon, meg az, hogyha van egy olyan nyugati cég, amelyik ö, ö, évtizedek óta de dolgozik egy iparágban, hirtelenében megnyitja a piacot, akkor az le fogja tarolni a helyet, ezt láttuk. Ezt Magyarország is erről nagyon sokat tudna Kelet hajjaj, európa hajjaj, hajjaj, sőt, 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 most már Nyugat-Európa is, hisz ugye nem az lett, hogy ez följött, hanem, hanem mi lettünk az alibi, hogy miért lerohasztani nyugatot, de ez messzire, értem, amit próbálsz mondani, csak Uh, nem próbálok mondani, szerintem a Portnyikovra szeretnék visszakötni jó, bocsánat, egy mondatot, és hogy hogy mi van, ha nem az történik. És egy ukrán szociológus erre utalt, ne haragudj most hirtelen, nem tudom a nevét, de Berlinben adott egy interjút, hogy amit Putyin megcsinált az orosz államkapitalizmussal. Igazából azt csinálja most a ugye Zelenszky, hogy nem az lesz a vége, hogy az orosz társadalom demokratizálódik és egyszer csak a térségnek a gondjai megoldódnak, hanem a, az ukrán állam lesz áramvonalasabban államkapitalista elnöki központtal. Nem tudom, hogy így lesz ez. Nem. Ez még szerintem ezt még nem látjuk. A, van, van, egy lényeges különbség szerintem, tehát hogy a, 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 a Ukrajna a káosszal, az oligarcháival, a, a tolvajlásokkal, minden szörnyűség, amit történt a múltban, nagyon fontos dolgokat csinált meg, amit az oroszok nem. Ukrajna váltott vezetést. És lehet azt mondani, hogy ezek bábé voltak ennek, vagy annak, vagy az egyik érdekcsoport veszített a másiket, Történt változás, és amikor meg valamit nagyon akart az ukrán társadalom, akkor kiment kétszer, az addig volt ott, amíg úgy nem lett, hogy akarja. És engem, tehát ezek nagyon jól hangzanak, tudod, hogy pucs meg Amerikaiak, minden. Hogyan? Tudod, hogyan fogsz kint tartani hónap? Én kint voltam a Majdalon. Hát, hogy is mondjam, az... az, az, az te Én te, is az e, első háborúban e, voltam Ukrajnában. E, tehát te az első, hogy a, a Szóval ennél azért kényelmesebb körülményekre vágysz, hogyha, ha egy felbérelt pucsista vagy, semmint, hogy, hogy bokáig érő sárban alszolott, vagy te nagyon nem tudod, hogy mi történik. Több százezer társadal egy. Szóval, tehát, és igen, tehát még mindig nagyon sok problémája van. Hát ugye megbukik a, a hadsereg beszállítója, a, a könyvelő csomagtartójában kicsivel több, mint négy is fél millió euró. Hát ettől megvannak őrülve az ukránok. Hát nagyon, ez egy düh. És, és, erre mondja nekem, te tavaly óta nekem a fiatalok csak az, mondják, nem lehet visszatérni a régire. Itt ezt hozzá kell tenni egyébként, hogy amikor a tehát tényleg ilyen korrupciós ügyek kibuknak, és abba belebukik politikus vagy, vagy akár hadügyminiszter is ezeket, a, majdnem mindig ö, valamilyen alulról jövő dolog kényszerítette ki. Tehát valamilyen korrupciós ö, ügyet lebuktatott a sajtó, ö, vagy ö, valamelyik civil szervezet. A, ez ö, soha nem az volt, hogy a volt valaki mondjuk politikailag kényelmetlen helyzetben, útba volt a Zeneszkinek, vagy, vagy valakinek, és ezért lett valamilyen, ürügy, valamilyen ürügyet, ezért találtak, és, és akkor ezért korrupciós vádal lebuktatták. Jó, nem mondom, hogy nem volt ilyen, biztos szóval ilyen is előfordult, viszont olyan esetek bőven voltak, ahol tényleg egy alulról jövő kezdeményezés, egy, egy valós korrupciós dolog kiderült, azt a független sajtó lebuktatta, és ebbe múgtak bele emberek. Szóval visszatérve a kérdésedre. Igen, természetesen megpróbálkozhat ebből. Természetesen az elnöki apparátusról mindenki azt mondja, aki politika közelében van, vagy éppen politikus, hogy, hogy nagyon pásztázzák a, a, a bárhol fölbukkan valaki, akkor azonnal reagálnak. Erre nyilván tartják az elenszki. Az is kétségtelen, hogy az Zelenszky támogatása esik, vagy esett. De, de ezt teljesen racionális. Meg tudják magyarázni azok, akikkel beszélsz, azt mondják, hogy igen, háború van, támogattuk. Há, háború van, még mindig inkább ő legyen, mint hogy most belemegyünk valamilyen, valamilyen más ha egy pillanatra is úgy tűnt az előbb, mint hogyha azt gondolnám, hogy ez egy ideális hely és idealizálom Ukrajnát, nem. Nyilván rengeteg problémája van, csak azt gondolom, vagy az, azt érzékelem, meg, meg minthogyha a a, 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 tapasztalati úton is ezt tudnánk alátámasztani, hogy, hogy, hogy azért az ukrán társadalomban van ellenállás, és, és van egy olyan elképesztő civil szervezetek jöttek létre a semmiből. Sőt, még mindig tulajdonképpen a nevükön kívül nem sok mindenük van, és folyamatosan vagy a civileknek segítenek és szállítanak, vagy a hadsereget látják el dolgokkal, ez, és ez, 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 nem a ezt nem kívhozta létre, ezt, ezt helyben emberek, két orvos, három kereskedő, meg két tanár, tudod? Tehát, hogy, hogy így jönnek létre hálózatok, a, és ez, ez, ez azért szerintem sokat megmutat az ellenálló képességről, meg arról, hogy mit gondol magáról ez a társadalom. Nyilván fáradnak, alig van már család, ahol ne lenne érintett. Mint halálos áldozat? Hát vagy sebesült hát. vagy, 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 csak, vagy csak kint van valaki a fronton, és hát. beszélek vele, és azt mondja, figyelj, hát nem, a családom nem érti, hogy én miért vagyok katona például, nem, nem, nem tudom nekik elmagyarázni, ilyen is van. A, ez, ez, nyilván ezek traumák, meg, a, meg van egy rakás kibeszéletlen dolog. Mi lesz, mi, lesz, mi lesz a valaki, aki Ukrajnában élő orosz, és lojális Ukrajnához, de mégis orosz, tehát hogy neki mi a jövője, az ő jövőképe micsoda. Sok, sok kérdés van, sok nyitott kérdés van az egyik a lehetőség az is, hogy megpróbálja erősíteni magát az elnöki adminisztráció. Nem biztos, hogy ez maradéktalanul sikerül. Most bizonyára nincs meg az a támogatottság, amit mondjuk 22-ben. Akkor zárásként térjünk oda vissza, amit mondtam, hogy majd később ilyen meg azt mondtad nagyon dologban, hogy meghallgatjuk a ukránok az, az ukrán a, az, offen jó offen indulat, offenzíva <hül> sikertelenségének okairól mondtam, hogy van egy tippem, ami egyébként nem konkrétan az offenzívát jelenti. De számomra az nem kétséges, hogy Oroszország még akkor is, hogyha Kína ott áll mögötte a gazdasági erejével támogatandó, vagy éppen Modi indiai elnök most tett látogatást Oroszországban. Vagy... De utána ki évben is egy, egy ilyen ellenfordított békemisszióban volt. Szóval, igen. szóval hogy nem kétséges a számomra, hogy a nyugat, a, a, 300 milliós Egyesült Államok, a félmilliárdos Európai Unió, a, a, világ tíz legnagyobb gazdaságából nyolc, az egy orosz konfliktus, Oroszországgal szembeni konfliktus, most a konfliktus, ez most itt nem eufemizmus, mert ugye hivatalosan a nyugat nem ad viselő fél, de tényleg ez egy konfliktus, az okránok és az oroszok között van háború, ebből csak nyertesen tud kikerülni. Veszesen viszont egyetlen egy módon tud, és erre mondom az offenzívát, mint egy ilyen metaforáját ennek, hogyha a várakozások, és akik a várakozások keltik, azok hirtelenében nem reálisak. Mert az, hogy mondjuk ha a cél az, hogy meghúzni egy határt, ahol oroszok már pedig nem lépnek át, az egy reális. Határ. De az nem reális, hogy mondjuk Szevasztopolig lovasrohammal előtörünk, és hirtelenében Oroszországban minden faluban helyi igazgatás lesz, és egyébként pedig méltányosság és pride, és nem tudom micsoda. Hogy önmagában például ez az ukrán offenzíva számúra olyan volt, hogy ez a nyugati sajtóban zajlott, hogy várjuk már, várjuk nagyon különböző elemzők egymásnak adták a kilincset, Ukrajna, ez kvázi igazodott, mint egy ilyen. Ebb, jöjjön, jöjjön. Mi, mi várjuk igazából nagyon? Tehát a nyugati sajtóban emelkedett meg ennek a, a jelentősége, nem a fronton. Erre próbáltam utalni, hogy, hogy a nyugati várakozások, én, én nem a sajtóban gondolnám itt azokat a központok, akik ezt várták, tehát szerintem a sajtóba a, a különböző kabinetekből szivárgott át, tehát hogy a, a szerintem a nyugati politika akart ha nem is ilyen tervszerűen végig gondol, hogy most akkor elmondom a sajtónak, de hogy volt valamiféle elváros, hogy na végre történjen már valamit. Hát annyit beszéltünk róla, addig építgettük ezt az egészet. Mutassák már meg az ukránok. Az is lehet, hogy elhitték, hogy, a, hogy az ukránok erre képesek lesznek, és az is lehet, hogy az ukránok jelezték, hogy még nem képesek. Tehát itt nagyon sok minden történt, de, de hát gondolj bele. A, Ukrán katonák tízezre egy képezték ki az Egyesült Államokban, Németországban voltak, más, más országokban is érkezett be a nyugati technika, ettől ezekhez nagyon nagy reményeket fűztek, hogy majd mi minden lesz. Tehát kialakult valószínűleg egy olyan ördögi kör, amikor Óhatatlan. És én nem, nem, gondolom, hogy ilyen nagyon vé... tehát, hogy egy ilyen eltervezett volt ez a ez föl, föl, gondolom, föl, nem. fölspilázás, hanem, 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 egymást erősítő, felhangosító várakozások vezethettek oda, hogyha ha most így visszaolvasuk, hogy, hogy, rég, hogy, hogy akkoriban miket írtak erről, az tele volt ma már tudjuk, hogy indokolatlan elvárása, meg elképzeléssel, hogy mi fog történni, miközben hát azt is lehetett tudni, hogy, hogy akkor még ugye Szuróviki tényező volt, mert akkor még nem volt Wagner lázadás, akkor, akkor még nem zuhantak le repülők, és így tovább, és így tovább. Tehát megcsinált azt a az házi feladatot, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon széles és nagyon hosszú sávban aláaknásított mindent amin aztán az ukránok nem tudtak át, mert mondjuk speciál az oroszok sem nagyon tudnak, tehát hogy ez is a, ez is a, a, a mostani feszülés és, 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 araszolás tagnálás egyik, egyik okozója, hogy hát azért az oroszok sem tudnak átvenni ezen a pár száz méter aklamezőn. Amitől. Szerintetek középtávon kialakulhat egy olyan status quo, amikor mindenki így hagyja a helyzetet. Oroszok, ukránok, nemzetközi közvélemény, és így tovább. Én a formális béketárgyalásokban belátható időn belül nem hiszek. Egyszer csak a diplomáciai keretei sincsenek meg ennek. Ö, például elfogadó parancson az orosz elnök ellen bizonyos helyeken. Szerintem ez, ez nem akadály. Nem, ne, nem feltétlenül neki kell oda menni. Hát, hogy gondoljunk csak be a dohai tárgyalások az Egyesült Államok és a, és a, és a tálibok között. Nagyon hosszú ideig úgy zajlott, hogy nem is tudtunk róla. Tehát de Volt közvetítő ország, és volt egy nagy muszlim világ. Hmm, szerintem Ankarában most erre azt mondják, hogy hát, megoldható minden, hogyha, ha van egy kis szándék. Tehát a te, 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 te törökök már eddig is közvetítettek. Nyilván vannak mindenféle az érintkezések, puhatolózások szól. De ez, de ez teljesen normális, hogy, 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 hogy mikor jön el az a pont, hogy, hogy, hogy Kissinger és, a, és, a, és a, 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 a vietnámiak elkezdenek érintkezni, és, és, és elkezdenek konkrétan. Ezt még, ezt még nem látjuk. Lehet, hogy sokkal gyorsabban, mint gondolnánk. Lehet, hogy ez még nagyon távoli valami, azt nehéz persze, én, leszek az első, aki téved természetesen, bármi, amit itt elhangzott, ezt mindenki úgy vegye, hogy minden tévedés volt már, de, 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 de azt pillanatnyilag nehezen tudok abban hinni, hogy, hogy ez az állapot sokáig így maradhat. Még azt is nehéz elképzelni, hogy, hogy, hogy megtorpan, és úgymond befagy a konfliktus. Az ukránok ezt nem engedhetik meg maguknak, mert ez minden integrációt, minden reformot, mindent meg fog akadályozni. Ezek az, az ukránok érdekeltek akkor, hogyha van egy befagyás, egy status quo. Igen, nekik, ahogy... a, nekik az nem felel meg. Tehát, hogy az ukránok pontosan látják, például a Balkánon, hogy a, a rossz gondolatok, vagy jó lesz, csináljuk meg most, jó lesz ez így most, így tudod, mesterek, úgy, kicsit megcsináltak a boszniai szerb köztársaságot, meg boszniát összerogták úgy, ahogy. Hát kevesebbe kerül mondjuk, mint Afganisztán, de hát az nem egy működőképes ország, és hát nincs mechanizmusunk, amivel eldöntenénk, hogy abból, abból, mi legyen. Vagy Koszovó példája, ahol, ahol nem véletlenül nem akarnak a, a pristinai a, a, a kormány nem véletlenül nem akar autonomiát adni az északi szerb községeknek, mert hát pontosan látják Boszniát, hogy annak milyen következményei lesznek. Az ukránok. De facto autonomiájuk van egyébként, tehát hogyha. Nincs. Mi, mi, nincs. Mondom, de nekem jöttek be a kocsimba a szerb fegyveresek, nem is olyan régen. Jó, ezt megbeszéljük, nincs nekik. De facto sincs hisz. Jó. A az ukránok pontosan látják, ha más nem, a balkáni példákat, vagy, vagy, a, vagy a karabahi ügyeket, vagy, és így tovább. És, tehát gyesztermenti köztársaságot, tehát nem hinném, hogy, hogy bármi olyan enklávéban, akármiben érdekeltek lennének most már. Talán 14-ben, tehát ott akkor lehetett egy kicsit gondolkozni, vakarózni, hogy akkor ilyen milyen megoldásokat lehet találni arra a problémára, amit ott... Hát valójában nem a helyiek, hanem a Moszkvából oda küldött. De várj csak, hogy érts, amit mondasz. Tehát Igen. azt jelenti szerinted, hogy abban az esetben, ha az oroszok mondjuk leállnának a hadműveletekkel, lenne egy egyoldalú, ki nem mondott orosz tűzszünet, csak egész egyszerűen nem lőnének, akkor az ukránok kezdenek el lőni, hogy nehogy már kialakuljon egy olyan státuszkó, miután utólag azt vették ilyen retrospektívei észre, hogy... Hogy elment a, Éket... egy megye egy része, igen, azt gondolnám, hogy az ukránoknak ez nem érdeke. Azt gondolom, hogy az ukránok még, még azt gondolják, egyébként mindkét fél azt gondolja, hogy még, még, valamit elérhet. Erre utalnak a jelek. Vagy, vagy éppen, a, hogy mondjam, a tárgyalásokat készítik elő, de hogy, de, hogy, de hogy nem gondolom, hogy az ukránoknak megfelelne egy, egy, egy olyan, nevezzük status ahol, ahol nem, nem, történik semmi, mert hogy, mert hogy ez a pont, amiről beszéltünk, a 20-30-40 év, tehát ez, a, ez, az ukrán jövőt falja fel, hogyha a Ukrajna, a, a, nevezzük szörnyű konstrukcióval a maradék Ukrajnának, tehát hogy, hogy Ukrajna jövőjét falná fel, hogyha ha van egy megoldatlan konfliktus. Értelek, nem túl vigasztaló, amit egyébként mondasz. Tehát... Ezt, ezt természetesen tévedek, tehát ezt szeretném hozzá. Nem, nem, nem így gondolom, szerintem, szerintem, nagyon logikus, amit mondasz. Mert hogy ugye a legvalószínűbb egy ilyen háborús konfliktusnak a, a, megoldás, hogy azon veszed észre magadat, hogy eltelt tíz év, és alig lőttetek már át a határ túloldalára, mert mindenki megszokta a háborút, így van persze. Hogy hát volt Donetszben nagyon sokáig. Igen. Pontosan. De amit mondasz, az, az, az a maga elkeserítő volt, voltában meglehetősen logikus. Hogy... És ez tomságos feltétlenül arra kell, hogy Oroszországgal lőjönek vele. Hanem mondjuk ahhoz kell, klé... hogy, nagyon hogy, 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 mondjuk a krém ellen legyen egy olyan, olyan és ahhoz rosszabb dolog például lőni kéne, vagy, vagy, vagy olyan orosz területeket valahol délen, a, a, ami a krím helyzetét mondjuk megingatná. Hogy, 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 az nem, nem azért, mert katonailag is még jelentős, de már korán sem annyira, mint megingatni azt a pozíciót, hogy bármi történik, azért a krím megmarad. Tehát az a, a, a húr egyik igazgatóhelyettes, az ukrán katonai hírszerzés igazgató igazgatóhelyettese mondta pár hete, hogy a híd nem fog sokáig állni. Nem, még nem mondja, nem még, hogy mikor, meg hogyan, de az nem fog sokáig állni. Tehát nyilván az is egy, az is egy, 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 egy olyan pont, ahol nyomást lehet kifejteni a a, 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 Moszkvára, a moszkvai gondolkodásra, hogy, 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 hogy kezdjen kicsit újra kalibrálni, és, és az igen, azt gondolom, hogy az ukránok nem fogadhatnak el olyan, olyan helyzetet, hogy jobb, megálltunk, jó van, majd meglátjuk, hogy ebből mi, mi jön ki, mert, mert abból nekik semmi jó nem jöhet. Hát egyetlen dolog, amire viszont meg az oroszok nem fogadók értek, hogy a nyugati világ ad valami olyasmit Ukrajnának, például egy NATO tagságot, amiért cserébe lemondanának ezen megyékről és a Krímről. Ugye ez volt a Kissinger javaslata, vagy felvetése. Hát hát senki... kezdetben, aztán azért ő is ebből jelentősen kivonult. De erre meg, meg orosz oldalról nem látok semmi esélyt. Hát ezt nagyon vidámon fejeztük be. Van még valami, mit hozzá szeretnétek ehhez a derűs jövőképhez fűzni? Egyébként orosz oldalról nem volt annó szintén fogadókészség arra, hogy a Nyugat-Németország legyen NATO tagállam. Ennek ellenére azért ez megtörtént. A, egy hosszú távon egy ilyen hát befagyó konfliktusnak, én szerintem azért akár egy hasonló kimenete is lehet, hogy a Ukrajna azzal a területtel arra a területre, amit a kijevi kormány képes, vagy amit ténylegesen a kijevi kormány tart ellenőrzés előző, alatt, arra kap egy ugye és védelmi garanciákat, és ugyanúgy, ahogy az NSK nem kapott annak ellenére, hogy ugye az ndk nem ismerte el, teljes német, nagyon sok egy teljes német határozta meg magát, a, azokra a területekre nem vonatkozott a ö, gyakorlatilag a NATO kollektív védelmi doktrinája. Ö, egy hasonló megoldással ö, egy ö, ilyen ö, részlegesen megszállt Ukrajna és egyébként akár kaphat NATO tagságot. Csak persze ehhez ö, kellene egy olyan ö, elhatározása a NATO részéről, hogy hogy ezt ö, megadják neki. Jó, hát igen, ez amiben nem hiszek, hogy ezt az oroszok olyan derűsen végignéznék. Ez hát sok volt... Sok mindenről azt gondoltuk, hogy az oroszok nem fogják derűsen végignézni. Aztán, hát lehet, hogy nem derűsen, de, de, de hát, hát... de a hát hát vég... de... 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 persze ez egy olyan helyzetben ö, lenne ö, elképzelhető, ahol már a háború sem egy, ö, egy aktív szakaszban van, ö, vagy, vagy, ö, vagy már nem tehát, vagy már messze nem olyan intenzív, mint amilyen most. Ez volt az átlátszó podcastja a háborúról. makai József és beszélgettünk, én volt, voltam, illetve vagyok most is csak az adásunkért véget.